Sziasztok, sárgapórósok! Mátonhegyi utca 10, gazságügyi miniszter ház előtt vagyunk. Mondhatnám azt is, ennek a véleménynyilvánításnak a címe az lenne: minden szabad, ami nem tilos. A gyerekek, elképesztő, hogy ezt az alaptörvényi tákolmányt állandóan módosítják, ahelyett, hogy a problémák mélyére néznének és megoldanák ezeket a dolgokat. Most utólag kiderült, hogy az alaptörvényt miért is kell módosítani. A vélemény nyilvánítók miatt, azért, hogy a házaikhoz ne mehessenek elmondani a dolgaikat, a bajaikat, hiszen a hivatalban nem fogadják őket, nem lehet őket elérni. Láthattuk, egyik nap a héten voltunk Érden, Aracki képviselő úr háza előtt. Egyszerűen az asszony, az egy okos asszony volt, az leállt velünk beszélgetni, megkérdezte, mi van velünk. Az Aracki az pökhendi módon majdnem ki akart onnan ebrudalni minket abból a régióból. Most pedig itt vagyunk ebben a háznál, ugye a gazságügyi miniszternél, aki nagyon csodálkozom, hogy egy rendkívül elismert művel tanult ember ilyen aljas dolgokhoz adja a nevét, és a nagy részét, ezt a tervezetet ő dolgozza ki. Hát meg is mondom, hogy miről van szó. Brüsszel felé mindig olyan hírek mennek, hogy Magyarország nekünk a legfontosabb, Magyarországon a demokráciát meg kell védeni, családokat meg kell védeni. Ezzel szemben itthon mi van? Diktatórikus rendszert akarnak kiépíteni. Nem elég az, hogy az egyik problémánk a végrehajtás és kilakoltatásokat azonnali hatály le kell állítani, ezt most is elmondom, mert ezt minden vélemény nyilvánított helyen elmondom, mert ezzel sem foglalkozott a parlament, a képviselők ezzel sem foglalkoznak. A másik, Magyarország egy diktatúra, oligarchák, bankák, politikusok, jogászok diktatúrájára. Ez neked tetszik, ha nem, akkor tegyél ellene. Meg is mondom, hogy miért. Eddig csak arról volt szó, hogy a vélemény nyilvánítást akarták korlátozni. Most már olyan tervezet van a törvény előtt, törvényhozás előtt. Fölolvasnék egy pár dolgot. Tehát gyülekezni tilos. Néhány rendelkezés, amit mi adtunk, sárga pólósok, ezt most már utólag megtudtuk, fognak bevezetni. Nem lehet bankban, bíróságon, politikusok háza előtt tüntetni. A gyűlés után le kell szedni a plakátokat. Kettő ember a politikáról beszélget, és lehetőséget adnak rá, hogy más is beleszóljon, akkor ez már gyűlés, és ezért nem is tudom, milyen szabálysértési eljárás vonz maga után. Már az esemény meghirdetése előtt be kell jelenteni. Nem lehet bármilyen ruhába tüntetni. Tehát, értitek? Ez a legsötétebb Rákosi érának arra az jut eszembe, már csak az kell, hogy kijárási tilalom legyen. És úgy néz ki az egész, ja, persze olvasom tovább. Betilthatnak nagykövetségek előtti tüntetéseket, vagy delegációk közelében tartott tüntetéseket. Betilthatják akkor is, ha a bíróságok munkáját, vagy a közlekedőket zavarják. A rendőrség megmondhatja, hogy hogyan tüntethetsz. Már a meghirdetés előtt be kell jelenteni egy tüntetést, a rendező pedig csak nagykorú lehet. Szabálysértést követel majd az is, aki megjelenik egy olyan helyen, ahol és amikor korábban betiltottak egy tüntetést. Tehát gyakorlatilag minden olyan szinten, ami az ő érdekszférájukat, vagy magánéletüket, vagy egyáltalán a hivatali milliójüket zavarja, az mind le van tiltva, le van fogva, és ezt mind azért tudják megcsinálni, mert nem álltok föl tízen, század, ezren, és nem álltok oda, és nem tesztek magatokért, és nem tesztek abba az ügybe, hogy ezeket ne tudják bevezetni, vagy ezeket a törvényeket ne tudják megszavazni. És hogy elmondhatjuk azt, hogy olyan a hatalom, meg olyan a kormány, hogy a képviselők, itt is van Trócsányi miniszterelnök úr, nézzük, csak meg jöjjünk rá, hogy ő lenne az, ugye nem a fia, az itt nem ő, bocsánat. És akkor pár szót tudtunk volna beszélni vele. És tehát nem tudjuk elérni se itthon, se a hivatalába, sehol, és inkább a szőnyeg alá söprik a dolgokat, ahelyett, hogy megoldjálnánk ezeket a nehézségeket, holott 4 évenként a voksukat az emberek őrájuk adják le, de én azt mondom, hogy nem érdemli meg ez a kormány, hogy hatalmon maradjon, hiszen mindenért tesznek, csak a nemzetért nem tesz, és állandóan ezeket a szlogeneket mondják, hogy nekünk Magyarország a legfontosabb, a nemzet a legfontosabb, családok védelme, és ugye miért jön ide a végrehajtás, kilakoltatások azonnali elállítása, mert a legfontosabb a családok védelme, és jelen pillanatban 900 000 végrehajtás alatt lévő családot fenyeget az, hogy
nem sokára kikerülnek az utcára, és jövőre nem is tudom, 31-35 ezer, vagy nem is tudom hány embert akarnak még kirakni. És ez mind azért van, mert a kormány azt mondja, hogy ők felelősség teljesen kormányoznak. Szerintem abszolút nem. Ők kihasználják azt, hogy mellettük van a hatalom, és az emberek kényelmét, a gyengeségüket, a közönyüket, a teszetoszaságukat, mert ezt más országban én szerintem nem lehetne megcsinálni csak ebbe az országba, és ez mind azért van, mert hagyjátok. És én mélységesen föl vagyok háborodva, hogy 1990 után eltelt 30 év lassan, és Orbán Viktor ahelyett, hogy egy nyugati demokrácia útjára lépett volna, visszatérünk egy úgynevezett rákosi, vagy nem is tudom, diktatórikus irányítás felé. Felháborító és elkeserítő. És mit mondott Orbán Viktor, hogy Európában a demokráciát kell építeni, és azt kell megtartani? Hát én nem tudom, hogy ő ezt hogy gondolja. Európában a demokráciát, és Magyarországon a diktatúrával mi a búbánat van? Hát kőkemény diktatúra az, amit ők most be akarnak vezetni, és amit el szeretnének érni. És ehhez olyan okos, meg tanult emberek adják a nevüket, mint a gazdaságügyi miniszter és a jogi aparátja, akik ezt kidolgozták, ezt a mocsadékot. És én ilyen köszönök nektek, és ne feledjétek, hétvége van, akármerre mentek, a véleményeteket fejezzétek ki, tegyetek, cselekvő emberekre van szükség, hajrá! Hajrá!